Sok szeretettel köszöntünk mindenkit mai előadásunkon, aminek a témája a tánc alkalmazási lehetőségei Parkinson-kór esetén. Először engedjék meg, hogy bemutatkozzunk önöknek, hogy kik is lesznek a résztvevői a mai beszélgetésnek, előadásnak. Jó napot kívánok! Dr. Virkás Gyöngyvér vagyok, ideggyógyász, pszichoterapeuta és rehabilitációs szakorvos. A PTE Reuma és Immunológiai Klinika korai rehabilitációs osztályán dolgozom. Évtizedek óta gondozok Parkinson-kórral élő betegeket gyógyszeres terápiával és rehabilitációs kezeléssel. Erzsike? Sárvári Erzsébet vagyok, a Parkinson Betegek Egyesülete Pécs csapatot vezetem 4 éve. Az Egyesület 2004 óta dolgozik azért, hogy érdekvédelmünk és tájékoztatásunk megfelelő legyen. Én pedig Bánkiné Perjes Beatrix vagyok, táncművész, táncpedagógus. 2016 óta foglalkozom tánc oktatással, tánc órák tartásával, inkább helyesebben mondva, Parkinson-kóros betegek részére. A mai előadásunkban, beszélgetésünkben a célunk az, hogy egy kicsit a Parkinson-kórral is megismertessük önöket, és megmutassuk azt, hogy a tánc milyen remek hatással van erre a betegségre, és milyen lehetőségei vannak ennek, valamint a Pécsi Tudomány Egyetemen, a Táncoló Egyetem program keretén belül hogyan is működnek ezek a foglalkozások. Egy kis PPT előadást is összeállítottunk, leginkább fotókkal és videókkal szeretnénk bemutatni. Vajon könnyű-e agyunkat táncba vinni? Doktornő? A Parkinson-kór, ez egy progresszív, központi idegrendszert, leginkább a mozgásokat szabályzó, úgynevezett bazális ganglionokat érintő degeneratív betegség. Jellegzetes motoros tünetei vannak, így a mozgások meglassulása, a tónusfokozódás a végtagoknak a hajlító és feszítő oldalán, ezt rigornak hívjuk, a nyugalmi tremor, ami leginkább egy ilyen 4-6 Hz frekvenciájú remegést jelent, jellemzően fél oldalon kezdődően és a felső végtagokban. A negyedik nagyon jellegzetes motoros tünete pedig a tartási instabilitás. A mozgásoknak a tervezése, módosítása, sebessége, térbeli összerendezése egyaránt zavart szenved a Parkinson-kór esetében. A betegek mozgása emiatt sablonossá válik, robotszerűvé. Jellemző a hajlott testtartás, az apró léptű járás, monoton beszéd, az írás megváltozása. Beszélnünk kell a nem motoros tünetekről is, mint a szagláscsökkenés, hangulatzavar, alvászavar, fájdalom, fáradtság, emésztési és bélműködési zavarok, hólyagműködési zavarok, amik a motoros tünetek előtt évekkel a betegség korai szakaszában jelentkezhetnek, és erősen befolyásolják a betegek életminőségét. Csökken a kognitív teljesítmény, de a súlyos demencia ritka. És hogyan éli ezt meg vajon egy Parkinson-kórral diagnosztizált beteg? A sokféle általános tünet nagyon nehezíti a korai felismerést. Nehezíti azt, hogy orvoshoz forduljunk, hiszen bagatell dolgoknak tekintjük a felsoroltakat, ráfogjuk az idősödésre, ráfogjuk a stresszre, túlhajszoltságra. Nagyon nehéz elszánni magunkat, és még nehezebb a diagnózist tudomásul venni, aztán az elfogadás is egy elég hosszú folyamat, mire a sokból kijövünk, tagadjuk, dühösek vagyunk, meg akarunk alkudni, hogy hát tulajdonképpen mégis jó, hogy nem valami más, aztán depresszióba is eshetünk sokan, sokszor, és a legnehezebb, és hát remélhetőleg a leghosszabb szakasz az elfogadás, amikor jön az, hogy tegyünk magunkért. Fizikai és lelki gátakat kell leküzdenünk, és ehhez nagyon jó a tánc. Önismeretre tanít, önelfogadásra tanít, koncentrációt ad, és nem árt egy kis tolerancia és humorérzék is hozzá. És hogyan is találkoztam én ezzel a betegséggel? 2016-ban egy nemzetközi táncos fórumon vettem részt Amsterdamban, és ott a képen is látható program keretén belül
közösen táncoltunk, a fórum résztvevői Parkinson-kóros és szklerózis multiplexes betegekkel. Ahogy látható is a képen, ez Hollandiában, igen, népszerű program, nagyon sokan voltak ezen a táncórán, táncfoglalkozáson, és itt merült fel először bennem azt, hogy amikor visszatértem az egyetemen, felajánlották, hogy próbáljuk ki, itt is indítsunk egy ilyen foglalkozást, hiszen a Pécsi Tudományegyetem klinikai központján számos ilyen beteggel foglalkoznak az ott dolgozó neurológusok, orvosok, és rögtön felvettük a kapcsolatot a Parkinson betegek egyesületével, Pécset, akik azonnal nyitottak voltak. Én miket tapasztaltam meg a betegségből? Ott rögtön Hollandiában egy számomra ismeretlen betegségről volt szó, tudtam, hogy létezik, természetesen Michael J. Foxról mindenki hallott már, az alaptünetekkel tisztában voltam, de ott ezen a táncórán láttam először a nehezebb mozgást, a lassú mozgást, aztán a bizonytalanabb, apróbb lépteket, az egyensúly problémákat, a testtartás változását, az arcmimikák visszafejlődését, és ezek mentén, amiket ott tapasztaltam, illetve amiknek természetesen utána is olvastam, próbáltam kialakítani azt a módszert, ami aztán 2016. szeptemberje óta űzzük is, és használjuk ezeken a táncfoglalkozásokon. Mit lehet tovább tudni még, doktornő, a lehetőségekről, felismerésről? A Parkinson-kór ez egy gyakori betegség. Igazándiból kb. 30 ezer embert érint most Magyarországon, és mindenképpen kezelni kell, és kezelni is lehet. Igazándiból a terápiás cél a Parkinson-kór esetében a betegség progressziójának a lassítása. A motoros, a nem motoros tünetek egyaránt fontosak, és bizonyos kezelések, mint a dopamin ingerület átvívő anyagnak a pótlásakor észlelünk, bizonyos kezelések mellett mellékhatások is felléphetnek, ezeknek a megelőzésére is törekednünk kell. De legfontosabb az, hogy a Parkinson betegek mobilitása és önellátása a lehető legmagasabb szinten legyen, és az életminőségük is ezáltal megfelelő. Mint rehabilitációs szakorvos, azt tudom mondani, hogy minden krónikus betegségre igaz, így a Parkinson betegségre is, hogy a rehabilitáció az élet végig tart. Az eszközök itt elég széles skálájúak. Kezdjük a gyógytornával, fizioterápiával, ami tud sokat javítani az állapoton, de az ergoterápia, a konduktív pedagógia is egy komoly lehetőség, a logopédia, a beszéd javításában, és a rekreációs mozgás és sportterápia is egy hatalmas lehetőséget jelent, ide tartozik a tánc is. De pszichés segítség, szocioterápiák, ami klub keretekben zajló, például Pécsett drámafoglalkozás, szintén a rehabilitáció részét képezheti. Figyelni kell a betegeknél a diétára is, és szükség esetén segédeszközökkel kell őket látni a mindennapi életi tevékenységükhöz és a mobilitásuk megőrzéséhez. A Parkinson betegek egyesületeit, Pécsett egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny, kiváló közösség, aminek vezetője Erzsébet. Mesélnél nekünk erről pár szóban, hogy, illetve akár több szóban is inkább, hogy hogyan csak is zajlik. Csak több szóban tudok. 5. éve vezetem az egyesületet, nagyon jól működő csapatot kaptam, igyekeztem ennek a folytatását zökkenőmentessé tenni, sikerült, nagyon együttműködőek voltak és nagyon aktívak. Fontos az, hogy a beteg, mikor már tudomásul veszi és elfogadja, hogy ő vele élethosszig foglalkozni kell, és saját magának is foglalkoznia kell, és hogy a fejlődés az csak önmagunkhoz képest fog
változni jó irányba, nem szabad hasonlítgatni magunkat egymáshoz. Nagyon fontos az, hogy közérzetileg a tánc mindenképpen pozitívan hat. De azon túl a koncentrációt követeli, hiszen figyelni kell a zenére, a mozdulatsorra és a társakra is. Ez úgy hangulatban és ütemben is nagyon fontos. Továbbá nyitottá tesz, hiszen vannak improvizációs gyakorlatok, amikor saját ötleteinket kell megvalósítani, továbbadni, és természetesen figyelni a követőkre is, hogy ne legyünk túl gyorsak, vagy túl nehéz sort ne tegyünk, aki bírja, hogy a másik tudja követni. Azon kívül önbizalmat ad, fizikai és lelki értelemben egyaránt, hiszen nagyon sokszor, ahogy beszéltünk róla, tartási problémák vannak, egyensúly problémák vannak, tehát gyakorlatilag csosszogunk, botladozunk, vagy éppen futólépésbe közlekedünk, vagy éppen lefagyunk, tehát mindegyik előfordul, ami csak ebben a kategóriában létezik. De nem szabad megijedni, megtanultuk a technikát arra, hogy hogyan lehet tovább haladni, és hogy óvatosan, de lépni kell. Nyitott világ lett a tánc számunkra azért is, mert olyan helyekre tudtunk ezáltal eljutni a heti gyakorlásokon túl, ahol sok-sok támogatást kaptunk, olyan értelemben, hogy az igazi a táncosok, a fiatal táncosok elfogadtak bennünket partnernek, nem sajnáltak bennünket, nyilván együtt éreztek a helyzettel, de ez nem volt hangsúlyos. Egy olyan világba tekinthettünk be, amit egyébként egyikünk sem látott még, illetve hasznosnak érezhettük magunkat, hiszen segíthettünk adott esetben beteg gyermeken, és élményt adhattunk olyan embereknek, akik ezzel a betegséggel nem találkoztak, és nem egy rossz élmény kapcsán látták először a betegségben szenvedőket, vagy éppen létezőket, hanem egy kellemes, úgymond pozitív élményt tudtunk nyújtani. Ez a mi... Van, és ez a te esetedben ugye kiemelten fontos is volt már jó ideje, hiszen úgynevezett roadshow-kat is véghez vittél az ország különböző pontjain ezzel a céllal. Erről igen, is mesél? Igen. Az Egyesület nekem személy szerint rengeteget adott, hiszen a pszichológus kísérőnkkel összeállítottunk egy egyórás előadást, Parkinsonnal élni címmel, és az élni csupa nagybetűvel, amely arról szól, hogy hogyan tud a beteg magáért tenni. Hogyan tudunk viszonylag pozitívan kijönni ebből a helyzetből, hiszen a gyógyszer az úgymond jár és kötelező, arra figyelni kell. A gyógytorna és a többi kezelés az egy szakmai feladat, ott kell a szakember támogatása, jelenléte, segítsége, de a tánc tulajdonképpen egy önkéntes elhatározás, egy könnyebb műfaja a dolognak, illetve a hangterápia és a drámapedagógia is ide tartozik, hiszen ezek összefüggenek, és egymást támogatva működnek. Az egyórás... Még a művészetek mellett más terápiákat is használtok az Egyesület tagjainak. Így van? Igen, igen. Hát, hogy mondjam, mindent használunk, ami mozgás, tehát séta, kirándulás, nordic walking, tai chi, jóga, tehát mindent, ami elénk kerül, mindent kipróbálunk. És az a legfontosabb, hogy mindenki annál ragad le, ami neki a legszimpatikusabb, de azért eredményt hoz. Tehát fizikai értelemben is segíti a mozgásunkat, könnyíti. A legfontosabb talán az ebben az egyesületben, amikor együtt vagyunk, nem a gyógyszeradagolásról beszélünk, nem a fájdalmainkról beszélünk, hanem hogy hol voltunk, hova megyünk, mit csináljunk, miért csináljuk, kivel csináljuk és hányszor, és hogy mi legyen benne egy újítás. Ehhez segédletet adtok ti a terapeuták, hiszen együtt éltek velünk, és nyilván értesültök a gondokról, bajokról, de ez már nem az elkeseredés szintjén, hanem az együttműködés szintjén működik. Gyakorlatilag létrejön egy társasági élet, egy közösségi forma. Így van, és nagyon helyes, hogy a pár mondattal ezelőtt kijavítottad magad, amikor a fiatal táncosokról beszéltél, először azt mondtad, hogy az igazi táncosok. Az igazi táncosok ti is vagytok.
Tehát később majd mutatunk felvételeket és képeket is, hogy mikben volt részetek. Valóban az előző képen láthattuk, ahogy fiatal táncművészeti tagozatos középiskolásokkal is volt közös óra. Itt a most ezen a képen pedig az látható, hogy nyáron sincsen szünet, amikor esetleg a tanfolyam nem folyik, akkor egy udvarban, egy összejövetel korábban készült a kép, ott is lehet táncolni. De természetesen már megmozgattuk az egyesületnek minden tagját, akik nem járnak a táncórákra, az ő ápolóikat is a különböző összejöveteleken, akár karácsonyi, akár a Parkinson világnapon, akkor is mindenkinek bemutattuk, hogy hogyan is zajlanak ezek az órák, és ők is részt vettek olyankor. Ezen a képen pedig Andrew Peter Greenwood látható, aki révén én Amsterdamban megismerkedtem ezzel a lehetőséggel, és volt olyan szerencsénk, hogy ő ellátogatott Pécsre, és itt a csapattal látható, a középiskolásokkal, és a másik igazi táncos csapattal tartott nekünk is egy órát, és hatalmas élmény volt. Egyébként Andrew Hollandiában él, és amikor ott hát természetesen váltottunk véleményeket, ötleteket, hogyan is kellene, hogyan is lenne jó, és hogyan is zajlik ott mindez, ő elmondta, hogy ott, ahogy diagnosztizálják a beteget, rögtön kapja az ajánlatokat, hogy hová tud tovább menni, és ezt a táncos programot is ajánlják. És egyébként több országban már az is bevett gyakorlat, hogy receptre írnak fel, akár különböző művészeti foglalkozásokat, többféle betegség esetén, nem csak Parkinson-kor esetén természetesen, valamint fizikai aktivitásokat is, és így például a táncot is. Úgyhogy reméljük, hogy majd itt is ez előbb-utóbb be fog következni. És akkor, ahogy már Erzsébet is említette, illetve én is korábban mondtam, hogy mik mentén épült fel tulajdonképpen ez a módszer, nagyon fontos, hogy különböző sokféle táncstílust, változatos zenei műfajokat használunk az órák során, különböző ritmikai váltásokat, ritmusgyakorlatokat, hiszen ahogy Erzsébet is említette például a lefagyásnál, a ritmus nagyon-nagyon sokat tud segíteni az újraindulásban. Az arctorna is egy fontos része, szoktunk különböző grimaszokat vágni és jól megmozgatni az arc izmokat is, valamint a térben való mozgás valóban a csoporton belül is, hogy ne akadjanak össze, nem csak a saját lábaink, hanem a társaink lábaival. És természetesen a csoportos, a páros gyakorlatok ülve, állva, a térben haladva egyaránt nagyon-nagyon fontos azért, hogy minél többféle fejlesztési lehetőséget tudjon nyújtani ez a foglalkozás. És ugyanúgy fix koreográfiákat kell megtanulni és visszaidézni, hogy a memóriát jól megdolgoztassuk, valamint nagyon sokat improvizálunk, hogy mindenki ki tudja élni a kreativitását, és érezze, hogy milyen jó is így uralni a testünket, és előadni azt, ami csak a zenére éppen, amit a zenére érzünk, és ki szeretnénk fejezni. De hogyan is van mindez orvosi szemszögből? A tánc miért jó a Parkinson-kór esetén? Sok kutatás igazolta, hogy a Parkinson-korral élőknél a rendszeres táncolás, mint táncterápia, mind a motoros, mind a kognitív funkciókat javítja. A tánc szenzációt okoz az agynak, és egy izgalmi állapot lép föl, ami egyrészt örömöt okoz, tehát felszabadulnak azok a mindenki által ismert endorfinok, egy öröm állapot jön létre. A tánclépések megtanulása, egy komplex mozgás, az javítja a különböző agyterületeknek az összhangját, harmóniáját. A koreográfia, mint olyan rögzítése, megtanulása pedig, ahogy mondtad, javítja a memóriát. A rendszeres mozgás már önmagában, tánc vagy torna, de most a táncról beszélünk, pedig javítja a szív, a tüdő, a keringés és az izmoknak az állapotát. Kicsit a lelki oldalára is terelődjön a szó. A pszichoanalitikus elméletek
foglalkoznak az úgynevezett implicit kapcsolati tudással, ami a szavak előtti életkorban rögzült belénk. A tánc közben olyan tudás, olyan tapasztalat tör a felszínre, ami szavakkal nem lehet megfogalmazni. Igazándiból beindulnak azok a pszichoterápiás hatások, amint a belátás, megértés, az érzések élményszerű átdolgozása, amivel a lelki állapota javul a táncolónak. Vannak hatékonyságvizsgálatok, ezekre most nem térnék ki részletesen, de Rose és Koch végeztek a munkatársaikkal nagy metaanalíziseket, és ez hatásosnak találták a táncterápiát hangulatzavarokban, önbizalom és önértékelési zavarokban, a testkép javításában, kapcsolati problémák javításában, empátia növelésében, a stressz kezelésében, a szülői készségeknek a javításában, és ami a Parkinson korral élőknél nagyon fontos, a pszichomotoros funkciók javításában. Nagyon köszönjük. Valóban azt még nem is említettük, hogy milyen vidám hangulatban tennek ezek az órák, és tényleg, hogy itt akkor aztán kisöpörődik az agyból minden negatív gondolat. Hogyan élitek meg ezeket az órákat, Erzsike? Elmesélnéd? Nagyon szívesen. Az előbb említettem a lefagyást. Az példákkal a legegyszerűbb elmondani. Mentem az utcán. A kórház előtt a kapuban megálltam, és nem tudtam semerre elindulni. Tehát egyszerűen úgy éreztem, hogy feldőlök. Eszembe jutott egy dallam, ami rajt van a telefonomon, elővettem, és igaz, hogy 8-szor játszottam le, mire 800 métert elmentem, de elindultam. Ugye rendkívül kényelmetlen helyzet, egy nő áll az utcán egyedül, és nincs ott egy kirakat, nincs ott egy busz megálló, mi a történet. De olyan is volt, hogy ez a futólépéses mozgás volt éppen rajtam, és kettő másfajta táncos hölgy barátnőm karon fogott, és énekeltek, hogy ritmusra lépkedjek. És még azon nevettünk, hogy mit gondolnak olyan itt az utcában, hogy három részeg nő fényes nappal dalolva jár, és azt mondták, hogy még mindig jó, mintha azt látnák, hogy egy részeg nő dülöngél. De ettől eltekintve, amikor táncolunk mindenki, egy tánckonferencia kapcsán összeírtam az egymondatos benyomásaikat, és mindenki arról beszélt, hogy felszabadul, hogy boldog, hogy fiatalnak érzi magát, netán szépnek érzi magát, mozgékonynak, frissnek, üdének. Ez ugye érzet. De mivel a betegség tartamunk általában meglehetősen hosszú, 10-20, akár 30 évig is tart ez a folyamat, nagyon fontos, hogy ezt így érezzük, hiszen 10-20-30 évig előre nem gyászolhatjuk magunkat, mert mi betegek vagyunk, hiszen mások is vannak 10-20-30 éves betegségtartammal, és ugyanolyan sok kellemetlenségük, kényelmetlenségük, fájdalmuk lehet, mint nekünk. Az, hogy nekünk van ez az egyesület, ez nagyon jó. Említettem, hogy közösségi életet is hoz. És rendkívül kreatív emberek jöttek össze. Versírás van, novellaírónk van, képzőművészeink vannak, kreatív készítő, tárgyakat készítő társaink vannak, sportoló, motorozó, focizó társak vannak, tehát nagyon színes a kép. És így könnyebben át is adják egymásnak ezeket a nekik örömet szerző dolgokat. Egyébként mindegyik alternatív terápiára jellemző, így kezdjük, hogy csak akkor, csak annyit, amennyit tudsz, és amennyi jól esik, amit örömmel csinálsz, tehát kényszer sosincs. Ez így van, és most éppen az első fellépésekről látunk képeket, hiszen már említetted is, hogy bizony ebbe is belecsöppentetek, mert nagyon fontos, hogy a fizikai aktivitás mellett ez bizony egy művészi tevékenység. És hát a legelső alkalmak már rögtön a Széchenyi téren volt, utána pedig a Pécsett egy bevásárló központban, úgyhogy nem is egy picurka színpadon kellett először bemutatni, hogy miket is tudunk, és itt is bizony improvizáltunk is.
hogyan voltak a későbbi fellépések, hogyan emlékszel erre vissza? Hát elég nagyba kezdtük, ugye a Széchenyi tér volt az első igazi nagy nyilvánosság, aztán a bevásárlóközpont, aztán jöttek a kisebbek, nyugdíjas klub, és aztán megint egy nagy és fontos, amikor a Parkinsonnal élni című előadást a Senior Akadémián mutattuk be 200 körüli létszám előtt, és ott élőbe a képeken látható keringőre bemutattuk a kis produkciónkat, rendkívüli sikert aratott a szervezők körében, ugyanúgy, mint a nézők körében. És hát a kettő óriási teljesítmény a mi szemünkbe, hogy a Kodály Központ színpadára léphettünk. Szinte biztos, hogy benne mindenki először, és mindenki a sokadik X után. Nagyon-nagyon nagy élmény volt, eleve a színfalak mögötti világ, másodszor a bizalom, amivel megtiszteltek bennünket a szervezők, a társak, az a szeretet, ami körülvett bennünket, és az a türelem, ami körülvett bennünket. És itt is történt egy olyan helyzet, hogy az egyik társunkat úgy vezette be a mellette álló hölgy, és amikor vége volt a programnak, akkor szépen kisétált. Arról nem is beszélek, hogy én is egy gyomorgörcsel ültem le a székemre, és amikor lement a produkció és kimentünk, kiszaladtam a színfalak mögött, és az egyik táncos fiú megkérdezte, hogy Erzsike, most már nem vagy parkinsonos, mondom, de még igen, csak részt vettem a táncterápián. És tényleg nagyon-nagyon nagy élmény volt. Tudjuk azt, hogy a nagy tapsot nem elsősorban a művészi értéknek ajánlották, hanem az, hogy megtiszteltek bennünket azért, amiért mi oda kimertünk állni, fölvállaltuk, sőt olyanok is, akik kísérőink vagy segítőink, akik egyébként a gyakorlásokon is részt vesznek, részt vehetnek. Ugye amelyik kísérő bejön és táncol, az azért oldódik egy kicsit, nekik is kell a pihenés. Amelyik kísérő vagy ápoló vagy gondozó a táncórák idején mást csinál, addig megint csak jó, hogy pihen, hiszen az ő feladatuk nagyon-nagyon fontos, és hogyha esetleg ők elfáradnak az ápolásba, gondozásba, kísérletbe, az nagyon nagy bajt okozhat. A másik nagy élményünk az volt, amikor a Táncosok Tánca a Zentér című műsor folyamba is részt vehettünk, és itt azt tetszett nekünk elsősorban, hogy egy betegek csapata egy betegnek segíthet. Mindenki könnyes szemmel figyelte a kis zentét, aki meg se rezzent a néhány száz fellépő láttán, oda bújt az anyukájához is élvezte ezt az egészet, hogy ott éppen fotózkodunk. Gyanítom, a műsorból nem sokat látott, de nekünk viszont nagyon-nagyon nagy élmény volt, és tényleg mindenki erre a fellépésre emlékszik a legnagyobb örömmel és szíve, legnagyobb lendülettel. Így van, itt a képen láthatjuk is ezeket a fotókat. Azért gondoltam rögtön az elején fontosnak, hogy ne csak a táncteremben gyakoroljuk, ami éppen az aznapi adag, hogy így mondjam, hanem egészen új élményeket tapasztaljanak meg a résztvevők ezáltal, hiszen egy teljesen újfajta világba lehet belecsöppenni, és valóban csodálatosan fel tudja villanyozni azt a napot, hetet, hónapot akár. Ezt én úgy hiszem minden művész nevében mondhatom, és hát ez a csoda csapat is teljes mértékben így éli ezt meg. És bizony itt a kis zente révén ebbe az országot megmozgató kampányba, projektbe is bele tudtunk csatlakozni, és valóban, ahogy a cím is mondta, hogy Táncosok Tánccal zentért, azt adtuk, amit mi a legjobban tudunk és szeretünk, pontosan azért, hogy egy mozgásában akadályozott kisfiúnak tudjunk segíteni, és hát lehet követni a híreket, hogy gyönyörűen fejlődik, és egyre szebben tud járni zente is. Ugyancsak hallottuk, hogy a fellépés végén az adrenalin annyira fel tudja dobni az embert, hogy valóban ki
szalad szinte a színpadról, és tényleg olyan is megtörtént, hogy egy fellépés előtt lefagyott az egyik résztvevőnk, nem tudott tovább mozdulni, és a társai belekaroltak, hogy segítsenek neki, és szó szerint, ahogy a színpadra tette az egyik lábát, megindult, és szépen besétált, és gyönyörűen végigcsinálta a koreográfiát, és semmi gond nem volt. Mindezt egyébként egy kutatás is igazolja, egészen konkrétan erre a csapatra készített egy kutatást egy gyógytornász szakos hallgató a Pécsi Tudományegyetemen, aki becsatlakozott az órákba, ő is részt vett, tartott különböző gyakorlatokat, neki is van táncos múltja, és felmérte a résztvevőket a kutatás elején, illetve 3 hónap múlva, és gyönyörű eredmények születtek, mobilitás, járás, egyensúly és a depresszió szint szempontjából is szignifikáns változás volt nyomon követhető, valamint a kontrollcsoporthoz képest szignifikánsan jobb eredményeket értek el a táncfoglalkozásnak a résztvevői. És jelen pillanatban pedig egy külföldi hallgatója a Pécsi Tudományegyetemnek folytat kutatást ugyancsak ezzel a csoporttal, és hát úgy folytatja most ezt a kutatást, ahogy a képen láthatjuk, hogy bizony az online térbe kényszerültünk, természetesen a lezárások miatt most már egy jó ideje, de hát ezen is igyekszünk felülkerekedni, a hallgató is részt vesz ezeken a foglalkozásokon, és hát ahogy látjuk, itt is gyönyörűen egységben vannak a résztvevők, összegyűlünk hetente egyszer, most már egyre jobban sikerül a technikai gondokat is megoldani, és sőt, hát olyanok is be tudnak így csatlakozni, akiknek most már esetleg a mozgás nehezebben lenne megoldható, és így újra a csapat tagjai tudnak lenni. Sőt, ahogy Erzsik említette is, az ápolóknak, a családtagoknak a nagyon fontos szerepét, bizony a résztvevők házastársai is becsatlakoznak oly módon ezekbe az órákba, hogy aki esetleg már nehezebben tud mozogni, az ő segítségével sokkal gördülékenyebben tud részt venni ezeken a foglalkozásokon, és ezt csodálatos látni, hogy tényleg így egységben a csapat is, és a házas pár is így részt vesz ezeken az órákon. Egyébként New Yorkban van egy nagyon nevezetes társulat, akiknek Dance for Parkinson's nevű programjuk zajlik most már sok-sok éve, és ők is ezt támasztják alá, hogy tulajdonképpen először egy sok hatás volt az, hogy az online térben kellett folytatni az órákat, viszont az idő előre haladtával azt tapasztalták, hogy sokkal többen tudtak így módon részt venni, természetesen hát főleg New Yorkban, ugye hát ott még nagyobb távolságokról nehezebben tudtak eljutni személyesen az órákra, így viszont az online órákon még többen tudnak részt venni. És akkor a következőben egy kis videót szeretnénk levetíteni, egy részlete ennek a fellépésnek, amiről már beszéltünk. A konferencié Urik Dóra, Kossuth Díjas érdemes művész, a Pécsi Balett ügyvezető igazgatója, aki felkonferálta az előadást, és utána pedig következik valóban egy szép kis keringő. Hollywood egyik legnagyobb színésze, Anthony Hopkins, és a keringő folytatódik címmel szerzett egy gyönyörű művet. Ez ihlette meg a Pécsi Parkinson Betegek Egyesületének tagjait, hogy ezzel is kifejezzék, a tánc mindenki számára bármilyen korban elérhető. Nem gondolták volna, hogy fognak még táncolni, de visszataláltak a testükhöz, a lelkükön keresztül, és visszakapták saját mosolyukat a tánc segítségével, ahogy ők fogalmaznak. Mostani bemutatójukban összekapcsolódik az idősebbek élettapasztalata a fiatalabbak bájával. Közös táncuk az élet körforgását szimbolizálja, az életörömről, az életszerűen.
Így van, és ahogy az órai foglalkozást lehetett látni, ott természetesen mindig vannak állva is gyakorlatok haladva a térben. A fellépéseknél a biztosra megyünk, pontosan azért, hogy mindenki komfortosan érezze magát, és még ne jöjjön rá egy plusz stressz, hiszen azért nagyon izgatottak mindig a fellépések előtt, de utána, nem is tudom, Erzsike, közben izgultok, vagy csak az elején, és aztán elmúlik? Nem, közben táncolunk. Igen, így van. Ez a lényeg, hogy akkor már csak a zenét és a táncot kell élvezni. Na most ebből szeretnénk átadni egy kis ízelítőt. Arra gondoltam, hogy egy kicsit pörgessük fel a hangulatot egy jó kis szalszával, úgyhogy mindenki helyezkedjen el kényelmesen a székén, nincs nagy helyre szükség, csak a karját tudja kinyújtani oldalra, és akkor kezdhetjük is a táncot. La clave, mi gente, la clave llama la salsa. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo.
No, én éreztem az energiát minden nézőnktől, aki most velünk együtt táncolt. Ti hogy éreztétek magatokat? Gyöngyvér? Hát, érdekesen. Jó volt, különleges. Örülünk. Erzsike? Én úgy, ahogy szoktam, doktornővel, meg veled, illetve a társaimmal. Doktornő szerint nem is produkálok tüneteket, ha ott vagyok, de azért hűségesen kapom a gyógyszereket, amit be is szedek. Veled meg mindig mulatozunk, és egy nagyon fontos előmondat a végére, hogy rendkívüli módon motiválja a foglalkozás arra a betegtársaimat és magamat is, amikor rossz napunk van, rossz idő van, hogy elmenjünk, kitegyük a lábunkat, mert ott van a tánc, ott vannak a többiek. Köszönjük szépen! Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt együtt lehettünk. Egy-egy zárszót hadd kérjek, vagy záró mondatot, gondolatot, doktornő. Én nagyon örülök, hogy meghívtatok erre a közös munkára, mert másik szempontból látom, vagy szemszögből látom ezt a táncterápiát, vagy a Parkinson Egyesület tagjainak az életét, és nem kell meggyőzni arról, hogy milyen fontos és milyen jó dolog ez, de jó látni azt, hogy valóban milyen eredmények és az életnek milyen sok területén megmutatkozhatnak a készségeik a Parkinson betegséggel élőknek, és hogy tényleg teljes életet tudnak így élni. Ez így van. Köszönjük szépen. Erzsike? Én most nem a saját gondolataimat fogom elmondani, hanem Michael J. Fox orvosa írt egy könyvet, amit egy betegtársunk lefordított, és kiadás előtt van még mindig. Van benne egy olyan mondat, a remény boldogsághoz vezet, és a boldogság pedig értelmes életet tesz lehetővé. És ez, úgy gondolom, ez már az én gondolatom, hogy jár minden betegnek, nem csak a parkinsonosoknak természetesen. Mindenképpen a lelki háttere, az embernek a saját habitusa kell hozzá, hogy Parkinsonnal együtt éljen. Köszönjük szépen! És akkor én is mások gondolatát hívnám segítségül, már elhangzott egyébként ez a tánc előtti konferálásnál, amikor itt volt az angol születésű Hollandiában tevékenykedő úriember órát tartani, akkor többen utána verset írtak, illetve egy-egy idézettel jutalmazták meg Andrewt, és ott születtek ilyen gondolatok, hogy a lelkemen keresztül visszataláltam a testemhez, és hogy a tükörben visszakaptam a mosolyomat, és hát ez is természetesen, hogy soha nem gondoltam volna, hogy még táncolni fogok. Úgyhogy nagyon, nagyon szívmelengetőek ezek a gondolatok, és én is ezzel szeretném zárni, hogy aki tud, táncoljon természetesen, otthon is lehet, ezt is megtudtuk, és az a lényeg, hogy a szívünkkel és az agyunkkal szeressünk táncolni, és akkor onnantól kezdve már minden megy magától. Nagyon szépen köszönöm a társaimnak a beszélgetést, az együttlétet, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánunk.